Szép estét kívánok, köszöntöm a nézőket, és egyúttal vendégeimet is, Acél Petrát, egyetemi tanárt, a Corvinus Társadalomtudományi Képzéseinek programigazgatóját, valamint Drótos György, egyetemi docenst, a Gazdálkodástudományi Kar Képzésének programigazgatóját, szintén a Corvinus részéről. A téma pedig az Alba Régia Felsőoktatási Expo, pontosabban az azon megjelenő Corvinus Egyetem. Megnézzük, hogy milyen képzési lehetőségeket kínálnak 2016-hoz képest 2017-ben. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a nézőket, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt bemutatkozhatunk. Ugye mind a ketten programigazgatói minőségben vagyunk, és az a dolgunk, hogy átfogjuk a képzés egészét. A Gazdálkodástudományi Kar új képzési javaslatokkal érkezik. Részben folytatjuk, amit már elkezdtünk, hiszen két szakunk elindult. Nézzük is meg, akkor mi volt ez 2016-ban. Így van, tehát ugye a gazdálkodás és menedzsment szak az egyik, ami elindult, a másik pedig a pénzügyi számvitel szak. Mind a kettő alapszak, mind a kettő nappali tagozatos, és ehhez még társul a gazdasági informatika szak, amelyik levelező tagozaton fog elindulni. Mennyire volt ez népszerű? Hát nagyon örülünk, hogy elindult a képzés. Országosan, illetve a Corvinus budapesti székhelyén ezek abszolút sztár szakok, és hát egy dinamikus fejlődésbe bízunk itt Fehérvárott is. Úgy alakítottuk a kínálatot, hogy még vonzóbb legyen, tehát a gazdasági informatika azért lesz levelező tagozatos, mert hogy úgy látjuk, hogy a piac inkább arra vevő, hogy elhelyezkednek az ilyen képzettséggel már alapszakon vagy tulajdonképpen középiskolában rendelkező hallgatók, és utána emellett tudnak dolgozni, illetve hát a tanulmányaikat végezni. Valóban így van ez? Tehát a felnőtt képzés az megvalósítható és élhető? Miért ne lenne megvalósítható? Persze, hogy az ugye a számunkra most a Corvinus számára, egy Székesfehérvárra tényleg az volt a cél, hogy 2017 őszétől minden célcsoportnak, lehetséges érdeklődőnek nyújtsunk valamit a Budai út 43 alatt megnyílt gyönyörű szép kampuszunkon. Ugye szeretném már itt elmondani, hogy most decemberben fog majd megnyílni az az elektronikus felület, amelyen minden érdeklődő tájékozódhat, hogy a Corvinus itt Székesfehérváron mit indít. De ami újdonság, és amit Drótos György kollégám is mondott, hogy levelező képzéseket is indítunk. Én például azért ülök itt többek között, hogy elmondjam, hogy nem csak a középiskolások felé szeretnénk nyitni, tehát nem csak azok felé, akik most keresik, hogy mit kell tenniük, hanem ahogy ön is kérdezett, ne hívjuk felnőtt képzésnek, mert ez egy ilyen szakterminus, de a felnőttek felé is azt látjuk, hogy a munkaerőpiac egyre inkább kívánja a hibrid végzettségeket. Tehát végeztem valamit valamikor, jó volna mellé tenni egy másfajta készségcsoportot vagy felkészültséget, mert hogy pár év múlva majdnem minden piaci szegmensben újszerű ismeretekre lesz szükség. Pontosan ezért indítjuk el most mesterfokon, tehát már diplomával rendelkező főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők számára ezt a mesterfokozatú képzésünket nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, illetve kommunikációs média tudomány szakokon, mindkettő levelező lesz, aminek nyilván egy dolgozó ember számára az a nagyon nagy előnye, hogy szombaton van döntő részt a képzést, nem minden szombaton, nem dújjuk fel a családok életét, de igyekszünk nagyon korszerű tartalmakkal jönni. Ezzel a Corvinusos portfólió tulajdonképpen teljesen kiépül, már ami a képzési szinteket illeti, mert hogy megjelentünk az alapképzésekkel, annak a nappali, illetve a duális formájával, megjelenünk a mesterképzésekkel, leginkább levelező formában, és megjelenünk egyébként a szakirányú továbbképzésekkel is, azoknak a jelentkezései most zajlanak. Ezek ilyen kiegészítő, inkább valamilyen specifikus ismeretet közvetítő képzések. Ezek inkább tovább vagy átképzések? Hát jelentős részben továbbképzések. Amit még azért hangsúlyoznék, hogy aki nappali tagozatra jelentkezik, és középiskolás most még, az se kell, hogy a munkavilágát majd csak később ismerje meg, hiszen mind a két meghirdetett alapszak, a gazdálkodás és menedzsment, illetve a pénzügyi számviteli alapszak duális formában is indul, és ez tulajdonképpen az első évünknek is egy nagy sikere, hiszen a hallgatóinak az egyharmada az duális szerződéssel került ezekre a szakokra, ami erre még pluszként kapcsolódik, hogy jövő szeptembertől 31 helyet tudunk meghirdetni, 11 munkáltatónál, tehát jóval nagyobb a lehetőség azok számára, akik majd jövőre fognak jelentkezni. Tehát több ilyen duális szerződést tudnak kötni, szélesebb körből választhatnak, és már gyakorlatilag középiskolásként akár elkezdhetik a munkát. Nyilván ennek a munkajövedelmi részét is tudják ezzel együtt élvezni, és így a
a tanulással kapcsolatos költségeiket tudják csökkenteni. És ehhez agyfűzek hozzá még valamit, mert nyilván a székesfehérvári nézők számára ez különösen fontos, hogy ezeknek a most meghirdetett képzéseinknek egy részét Budapesten meg sem találják. Tehát ez országosan egyedi, hogy itt van Fehérváron. Például az a két levelező képzés, tehát a kommunikációs médiatudomány mesterlevelező és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterlevelező is, vagy ezek a duális formájú képzések az alapszakokon, ez Pesten a Corvinuson nincs. Tehát, hogyha bárkinek bármi kétsége lenne afelől, hogy hát, de hát van egy ilyen Pesten is, biztos lehet abban, hogy nincs. És azért nincs, és azért van ez Fehérváron, mert szerettünk volna arra a kitűnő helyzetre reagálni, ami Fehérváron van, erre a nagyon-nagyon sikeres ipari parkra, központságára a városnak, és a hatalmas foglalkoztatottságára. Kicsit ezért is kínáljuk ide direkt Fehérvárra, hogy reagáljunk arra, hogy ahol ilyen jó a foglalkoztatottságot, biztos nagy hangsúly van azon is, hogy a munkavállaló tovább képezhesse magát, és itt reagálok arra, amit kérdezett, tovább. Hangsúlyozzuk azt, hogy nem át, tehát nem pályaszegőket keresünk, hanem olyan embereket, akik látják, hogy bizony előttük még egy nagyon tartalmas jövő van, amiben bizony a kihívásokra arra tud majd válaszolni, hogy képzi magát. Az, hogy ezek a képzések csak Székesfehérváron jelennek meg, nyilván feltételez egyfajta nyitottságot is az ipari szegmens részéről. Abszolút, és hát ugye mondhatjuk, hogy már van tapasztalatuk, hiszen más felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban már voltak és vannak folyamatban lévő szerződések, ezek is sikeresek. Mi egy új szint, egy új tudományterületet, pontosabban többet is hozunk be itt a fehérvári munkáltatók felé. Nagyon jó a reakció, nagyon sok fórumon veszünk részt, nagyvállalatokkal közvetlenül is tárgyalunk, és hát többféle igényük van egyébként, nem csak a duális képzésben szeretnének együttműködni a Corvinusszal. A Corvinusnak is az ambíciója, hogy itt kutatóközpont, akár egyfajta szaktanácsadó központ alakuljon ki. Különböző pályázatokon indulunk együtt a helyi intézményekkel, úgyhogy nagyon sokrétű lehet ez a kapcsolat. A duális képzés az első lépés, ami azt gondolom, hogy a legégetőbb a vállalatok számára is. És itt kettős misszió vezérel bennünket, egyrészt, hogy megtartsuk a helyi fiatalokat, itt tartsuk, tehát, hogy ne másút vállaljanak munkát, másrészt, és azt gondolom, hogy ez se elérhetetlen, igenis vonzunk ide más régiókból a lehetséges munkavállalókat, tehát akár az ország másik végéből is jöjjenek ide, tanuljanak itt, és aztán maradjanak itt, alapítsanak itt családot. Nyilván egy év távlatában még nehéz a következő kérdésemet megválaszolni, de inkább a képzés miatt jönnek, vagy inkább a munkalehetőség miatt választják Székesfehérvárt a fiatalok, illetve a felnőttek? Hogy válaszoljak akkor elsőként, az, hogy tényleg nehéz egy év alatt, vagy egy év tapasztalatai alatt, vagy abból megválaszolni ezt. Mi azt gondoljuk, hogy itt azért van szerepe Fehérvárnak, a városnak, meg a Corvinusnak, mint brandnek is. Tehát az, hogy valaki 18 évesen miért, vagy hogyan választ egy egyetemet, ott azt is látjuk, hogy rendkívül jelentősége van annak, hogy látja, hogy a munkaerőpiacon nagyra fogják értékelni a diplomáját. Ezt azért is hangsúlyozom itt, mert éppen most került ki az újságos standokra a HVG-nek a diploma melléklete, amelyben minden olyan képzési területen, ahol a Corvinus most hoz képzést Fehérvárra is, ott elsők vagyunk a rangsorokban. Tehát ez is lehet egy vonzerő, azon kívül, hogy valóban valaki arra is készülhet, hogy itt dolgozik, itt él, itt marad Fehérváron. A másik a Fehérvár, tehát ennek a városnak van szellemisége, van nagyon mély, múltja, nagyon régi kultúrája, hangulata. Van egy itt tényleg érezhető atmoszférája, és egy központi körforgásba, egy európai körforgásba való bekapcsoltsága. Az, aki egy nagyváros alternatíváját keresi, például azért, mert úgy szeretne majd családot alapítani, hogy nyugodtan nevelje föl a gyermekeit, az biztos, hogy Székesfehérvárban egy teljes életvíziót láthat, és azt reméljük, hogy a Corvinusos diplomában is. Ehhez még talán hagyd tegyek hozzá két szempontot. Az egyik az nyilván pénzügyi szempont, és azt gondolom, hogy az előzőekből levezethető, hogy aki itt marad és közelben lakik, annak biztos, hogy megéri, és a családjának kell ezeket a terheket leginkább. Hogy szúrja közben ide valamit, hogy ráadásul itt olcsóbb 10%-kal a költségtérítés. Így van, illetve hát a duális képzés pedig plusz jövedelem. Annyit lehet, hogy olvastak is erről, hogy haladtak a nézők, hogy egyre növekszik az elszámolható része ennek a
munkáltatók által fizetett jövedelemnek, tehát szakképzési járulék terhére le lehet ezeknek egy jó részét írni. Másrésztről pedig hát az is tervbe van, hogy a minimálbér emelkedik jövőre. Ez azt jelenti, hogy a hallgatói járandóságok is valószínűleg emelkedni fognak. Tehát ezzel együtt egyre gazdaságosabb minden fél részére, hogyha ezt a duális képzési lehetőséget igénybe veszi. Nyilván itt utazási költségekről is beszéltünk, és nagyon sok olyan tényezőről még, ami hát a családok pénztárcáját megkíméli. Ami az árnyoldala persze mindennek, hogy a Corvinus brand azért magasra teszi a mércét, és a bejutás az hát nem... Magasak a felvételi pont határok. Nyilván ez elsősorban Budapesten érezhető. Fehérvárot, meg hát bármilyen más képzési helyen az önköltséges pontszámok tekintetében lehet eltérés. De azt tudjuk mondani, hogy a felkészítéshez egy komoly segítséget tudnak adni, nem mi oktatók, hanem pont a hallgatóink, akik itt Fehérvárot szervezik meg a felvételi előkészítő, tehát érettség, illetve felvételi előkészítő van folyamatban jelenleg is, elég nagyszámú érdeklődővel. Úgyhogy akik ebben részt vesznek, azok nagyobb eséllyel tudnak aztán majd a felvételen is helyt állni. Azért a pontszámhoz tegyük hozzá egyrészt, hogy senkinek, aki most gondolkodik a jelentkezésen, nem tanácsoljuk, hogy a pontszám legyen a döntő abban, hogy hova adja be a jelentkezését, hiszen ez évente dől el. A másik, hogy pontszámok mindkét típusú, tehát az alap és a mesterképzésen is igazak, de Magyarországon, a mi szakjainkon, az itt indítandó szakjainkon, például a mesterképzésen egyáltalán nem vészesek a pontszámok. Tehát itt is meg kell alaposan nézni, hogy melyik szaknál van kötött, országosan kötött pontszám, amelyről nem az egyetem tehet, mert nem ő jelöli ki, milyen lesz az önköltséges pontszám, és a mesterem pedig ilyen értelemben egy picit megnyugtatóbb lehet annak, akinek vannak saját magával kapcsolatban gátlásai. De még egyszer szerintem ebben egyetértünk, aki csak a pontszámtól megijedve nem írja be a Corvinust, nagyon sajnálhatja esetleg egy év múlva, mert elképzelhető, hogy alacsonyabb lett a pontszám, és elképzelhető, hogy nagyon sajnálja, hogy nem első helyen írta be. Ez pedig a másik, hogy itt mindig azok a jelentkezők jutnak be, akik első helyen írják be a Corvinust. Ez szokott mindig a jelentkezésnél nehézség. Talán még annyit a költség oldalhoz hozzátehető, hogy az önkormányzat is azért ahol tud segít, és nem csak azzal, hogy ezt a kiváló létesítményt segített a Corvinus számára elérhetővé tenni, hanem abban is, hogy például ösztöndíjakat ad helyi hallgatók egy részének, a legkiválóbbaknak. Tehát még nagyon sok ilyen járulékos előny lehet, ami anyagi is részben, és hát ezeket is a helyiek tudják leginkább kihasználni. Hogyha már a felvételi szóba került, akkor milyen dátumokat kell fejben tartani a leendő jelentkezőknek? Akkor most vegyük az sorba, ami szerintem a kapcsolat megteremtését is lehetővé teszi. Most akkor november 28-án jövő hét hétfőn az Expo-n tudnánk találkozni, ahol tovább lehet beszélgetni az érdeklődőkkel. December 6-án lesz a kampuszunkon egy konferenciánk, neves országosan ismert előadókkal, Tanulj, dolgozz, vállalkozz címmel. Akit ez a cím most nem dob annyira föl, az biztos, hogy az események fölfogják. És ugyanezen a napon, pont azért, hogy ott együtt kezelhessük, lesz egy nyílt napunk. Decemberben már el kell kezdeni figyelni a felvételi tájékoztatót. Januárban gyakorlatilag akkor szoktak dönteni a jelentkezők, és február második feléig, ezt általában ez egy központilag kijelölt dátum, február 15 és 25 között szokott lenni, el kell dönteni, hogy hova jelentkezik valaki. Változatlanul sok mindent lehet beírni, de a sorrendnek van lehetősége. Bármely jelentkező még egyszer alakíthatja át a sorrendjét, és ez pedig az az időszak, amikor, különösen az érettségizőknél, amikor már tudja a pontszámát, és még van két hete, van egy ilyen kéthetes dátum, egy utolsó módosításra. De én mindenkinek azt javaslom, hogyha érdekli ez, írja be, és maximum majd módosítson a sorrenden, amikor nyáron eljön az az időpont. Tehát ne beszélje le magát attól, hogy megijed, vagy jaj a Corvinus, vagy hát igen, ez valahol ott Pesten egy egyetem, és mi lehet itt Fehérváron. Sok érdekességet megtudhat, ha az Expo-ra, vagy pedig ha nyílt napunkra eljön. Éppen ezt a tapasztalatot emelném ki, hogy itt bár pár hónapja folyik az oktatás, de ugyanazok az oktatókkal oktatunk, ugyanazokat a tankönyveket használjuk, ugyanazokkal a módszerekkel dolgozunk, tehát ilyen szempontból tényleg azonos a képzés. Ami pozitívan más, hogy kevesebb hallgatóval találkozunk, nyilván Budapest egy hatalmas központ,
így személyesebb lehet a kapcsolatartás, mind az oktatók részéről, mind pedig az adminisztráció részéről. Tehát jobban tudjuk egy kicsit szárnyaink alá venni a hallgatókat, és egyénileg is jobban tudjuk őket kezelni. Ami talán nem hangzott el, hogy kollégium is van, tehát hogyha valaki úgy akar itthon maradni, hogy azért elköltözne otthonról, akkor azt is megteheti, hogy beköltözik a kollégiumba, elég jutányos költségtérítés van, amit azt gondolom, hogy könnyebb kigazdálkodni, mint egy budapesti albérletet. Úgyhogy ezek is hozzájönnek, és ami a dátumokat illeti, hát ez az év, ez tényleg a felkészülés, meg a döntés, vagy orientáció. Az éles helyzet az jövőre és hát Fedbelát környékén lesz. Amit még hozzátennék, hogy aki duális szerződést szeretne, az nagyjából a tanulmány felvételivel együtt vesz részt majd a cégek felvételién, hiszen nekik is fel kell venni ahhoz, hogy aztán a kettő összetalálkozva szeptemberben egy duális szerződésbe erősödjön meg. Úgyhogy a cégek már most megvannak, a helyek már most megtekinthetőek, vagy legalábbis megismerhetőek, és utána pedig, ahogy elindul a tanulmányi felvételi, úgy a cégek is elkezdik magukat hát középpontba állítani, és érdeklődnek a jelöltek felől. Nagyjából úgy fut össze a kettő, hogyha most mondjuk egy pótfelvételit is figyelembe veszek, augusztus közepére, végére azért eldőlnek ezek a helyek, és akkor onnantól kezdve már egyenesben van mindenki. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, önöknek pedig a figyelmet, és akkor még egyszer elismételném azt a két dátumot, amit érdemes fejben tartani, ez a november 28-ai Expo, ahol lehet találkozni a Corvinus Egyetemmel, illetve a december 6-ai Nyíltap, ahol pedig várják önöket. Viszontlátásra!